Egy ilyen ösztönző vlog lesz, ezt most találtam ki, itt vagyok Mezőbelényben, és várom a vonatot, amivel majd vissza fogok menni Pestre. És ugye, itthon voltam békésen, ugye, most már itt vagyok Mezőbelényben, a vasúton, és várom a vonatot, és mögöttem ott vannak a sinek, másik irányba is. Ott látszik a távolban egy átjáró, ott pipislák van a fénysodompó, és hát körülbelül egy olyan bő 10 perc, és a vonat is itt lesz. Egyébként arról fog jönni. Ott. Arról fog jönni a vonat. Akkor pillanat. A hátsó kamerára. Hát igen, na itt van a utazótáska. Most ugye Kolbász Fesztivál volt békésebb át. Engedtek, úgyhogy most jó nehéz egyébként. Tehát így alig bírom megemelni. Mert jó szokás szél. Most legalább egy kompletten egy fél disznó benne van. Úgyhogy hoztam egy csomó kaját, hurkát, kolbászt. Meg ami még épp belefért. Hát most itt éppen nincs, nem történik semmi. Nem jön egy tehervonat se. Mind a három jelző vörös. Nem tudom, rá tudok megnyitani. Na, nézzétek, ott van. Ez arról nem fog biztos semmi jönni, viszont a mi vonatunknak is arról kéne jönni. Na, hát így néz ki maga a vasútállomás, mezőben ott az aluljáró. Ott lehet, ott a másik kiállata, ott lehet átmenni a másik vágányhoz. De mi vonatunk az most ide fog jönni. Majd arról még fog jönni egy, ott úgy. Az utolsó pesti talán, ami az utolsó csapai gyors Pesten. Az utolsó előtti, mert 20 alatt 10-kor is van még vonat. Úgyhogy jól emlékszem. De milyen kis már békésebb ám van, úgyhogy elég utóbb ide fog érni. Igen, ott van a régi szintbeni átjáró, de az már nem használható. Ott a jelző vörös. Ez pedig maga a pálya. Na, hát akkor egyelőre ennyi. Majd ha lesz még valami érdekes, akkor majd azt bevágom ide. Vagy ha vonat fog jönni, akkor majd elindítom. És akkor az is benne lesz a vlogba. Úgyhogy egyelőre akkor, és ennyi. Sziasztok! Figyeltek! Pályaudvar felől a harmadik vágányra, és indul Lobánk Urony Békés Csaba Kéthegyházán át Lökösháza Fáradásra. Arról fog jönni, ott fog jönni. A vonat elején található. Most váltott át a fénysodompó. Csak Intercity bót és helyjegyel vehető igénybe. A vágány mellett kérjük, vigyázzanak! Nem tudom, mennyire látszik, de átváltott a fénysodompó, pirosra mindjárt itt lesz. Ez az Alföld Intercity. Ez az, amelyik Szestről jön. És már kezelték neki a kiállatot is. Ott van. Csak hogy megmutassam. Hát jó, 8-as zoommal azért ennyi látszik, de ott van. Úgyhogy mindjárt megnézzük, milyen vonattal fog jönni. Elvileg már lement a sodompó, mindjárt itt kell lennie. És már ott jön a vonat. Ha ez elmegy, akkor előbb-utóbb ilyen kis jönni fog. Mire az ismerős is van rajta. Ránézésre egy szili. Majd a közelebb jön kiderül, hogy melyik. De ez ránézésre egy szili. Na, meg is érkezett. Ez a jó ebben áll, mert a felújítás óta jött, nagyon hátra tették azt a peront. Így gyakorlatilag egy ilyen volt, úgy előre húznak, hogy kilométereket kell visszasétálni. És az első padonnak a legelején még a felüljáron túl van bőven. Tehát azért ilyen rövidvonatoknál mennyit kell sétálni. Tehát a felújítás előtt ott volt az állomás épület előtt mind a két padonnak a vége, és kb. Ott is állt meg a vonat. Úgyhogy ilyen szempontból ez innen nagyon elbosszós a sikeredett. De ezt több állomáson is láttam már.
Aha, már megy is tovább. Szóval mondom, sok felújított állomásnál láttam én ezt már, hogy az egyik pedont azt nagyon hátra tették, mert csak. Igazából egy logikus magyarázat nincsen, és így és igazából nagyon szar, de ez van. Na, majd mindjárt elmegy a vonat. No, el is indult. Na jó, hát akkor ez ennyi. Mindjárt itt a miénk is, de azt már fogom felvenni. Így, jó, sziasztok, legyetek jók. És iratkozzatok föl, meg lájkoljátok a videót.